Csaknem 121 ezren jelentkeztek az egyetemekre. 2024. szeptemberben, illetve az egyetemek 2024-ben induló alaposztatlan vagy mesterképzéseire. Ez derül ki az eddigi adatokból, az, hogy közülük majd kiket vesznek föl, meg hogy hol vannak a ponthatárok. Ez még előttünk áll. Németh Szilvia oktatáskutatót köszöntöm a stúdióban, kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Hogy alakulnak az idei jelentkezési számok a korábbi évekhez képest? Azt lehet mondani, hogy most egy felfelé ívelő, tavalyi évtől kezdve egy stabilabb és felfelé ívelő szám, amit látunk. Természetesen csak július 28-án vagy 24-én jelennek meg a felvételi eredmények. Amit most a statisztikák eddig mutatnak, az az, hogy vannak olyan szakok, amik továbbra is rendkívül népszerűek, tehát ez minden évben a gazdaságmenedzsment például, a pszichológia, ami egy nagyon népszerű szak, ez töretlenül azt lehet mondani, hogy szinte évek során a pszichológia vezet. És én ezt nem tudtam megérteni, hogy miért, de nyilván akik jelentkeznek, ők értik. És ezen kívül pedig vannak olyan szakok, amik kevésbé népszerűek, és amit most látunk, és ami így a sajtóban több helyen megjelent, ez a pedagógus bizonyos szakpároknak a alacsony jelentkezési aránya, aminek azért vannak előzményei, azt gondolom, tehát ez nem egy váratlan dolog, hogy egy pedagógus szakpárra, például mint a földrajz matematika vagy a fizika történelem, kevés jelentkező van országszerte. Ez mindig is így volt? Volt, azt hiszem, egyszer egy kémia, fizika, és csak ott is talán egy valaki, tehát ezeket mindig szereti előszedni a sajtó, így a felvételi jelentkezésnek az időszakában, hogy mi az, amiből egy van, és azok rendszerint természettudományos. Igen, tehát a természettudományos tanár szakmának, a presztízsének a nem magas mi volt az egyik oka, de igazából ezt a tanárhiány, tehát a természettudományos tanárhiány is elő szokta vetíteni, tehát ez nem véletlen, tehát hogyha nem képesített pedagógusok tanítanak, nem történelem, hanem fizika, matematika, vagy akár biológia szakon, akkor ez előrevetíti azt, hogy nehéz felkészülni olyan fokon a tanulóknak, hogy akár úgy gondolják, hogy ők egy osztatlan 5 éves tanárszakos természettudományi tanárok szeretnének lenni, és azt szeretnék elvégezni. Hát, hogyha ért a kémiához, meg a biológiához, akkor elmehet mondjuk középiskolai tanárnak 3-400 000 forintért, vagy pedig elmehet egy gyógyszercéghez ennek a 3-szorosáért. Tehát nagyjából ugyanazzal a tudásbázissal, vagy arra építve egészen más karrierutat tud saját magának építeni. Így van, tehát azt szoktuk mondani, hogy ezeknek a piaci értéke ezeknek a diplomáknak elég magas, olyan értelemben, hogy el tudnak helyezkedni máshol is. Egyébként tudjuk azt, hogy azok a pedagógus szakos hallgatók, akik végeznek, tehát azoknak is körülbelül 1/3 az, aki a tanári pályán elhelyezkedik, és ez azért is sajnálatos nagyon, és itt most szakoktól függetlenül, mert a nyugdíjba készülő, vagy éppen már a következő tanévben is nyugdíjba kerülő pedagógusok száma sokkal magasabb, mint a pályakezdő fiatalok száma. Tehát van a pedagógus szakmának Magyarországon, de ez európai viszonylatban is így van, egy előregedő korfája, tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több a körülbelül 40 év fölötti pedagógus, tehát az átlagos magyar pedagógus életkor az a 53-54 év, és nagyon kevés az, aki pályakezdőként kipótolja ezt a új erőként a pedagógus szakot. Most említette az imént, hogy a végzősöknek az 1/3 az, aki katedrára áll. Azt követik-e, hogy ez az 1/3, aki katedrára áll, annak mekkora része marad meg hosszú távon is a pályán? Mert a nyugdíjba vonuló pedagógusnál azt tudjuk, hogy ő biztosan végigcsinálta már a pályát, de aki egyáltalán katedrára áll, róla még nem tudjuk, hogy végig fogja csinálni a pályát. Ami nagyon lényeges, az az első 4 év. Tehát akkor alakul ki valakinek a pedagógiai gyakorlata, akkor tudja eldönteni 4 év után körülbelül, hogy érdemes-e a pályán maradnia. És itt lenne nagyon fontos az, hogy ezeket a pedagógusokat mentorálják, tehát amikor megérkezik egy iskolába, legyenek olyan már tapasztalt pedagógusok, akik segítik őt azzá válni, hogy ez a fajta pálya elhagyás, ez ne legyen magas. Tehát vannak területek, ahol magasabb a pálya elhagyás, ahol nehezebb pedagógiai problémákkal szembesülnek a fiatal pályakezdők, és kevésbé kapnak segítséget. Ahol működik ez a fajta mentorálás, ott inkább elérhető az, hogy ők tartósan a pályán maradjanak. Népszava azt írja, hogy az iskolai évzárók óta nagyjából 3600 álláshirdetést tettek közé oktatási intézményekbe. Itt nem mindenki tanár, van ahol az a megjelölés, hogy pedagógus, van ahol az a megjelölés, hogy tanító, de itt több ezres nagyságrendről beszélünk. Másfelől viszont ott van az 55 év feletti katonák, azok a pedagógiai rendszeren belül találhatnak maguknak új lehetőséget. Ez a kettő összefügg? Mindenképp összefügg. Ráadásul az első kérdése, ami a természettudományi tanároknak a hiányáról szólt, vagy hogy miért nem vonzó ez a pálya. Tehát itt mindenképp azt gondolom, hogy az élményszerű természettudományi oktatás az egyik olyan dolog, ami a gyerekeknek a figyelmét már kiskorba felkelti az érdekes tudományos dolgok iránt. Most el tudjuk képzelni, hogy egy katonai pályát befejező személy ezt hogyan tudja biztosítani, és nyilvánvaló... Elnézést, arról tudunk egyébként, hogy azok közül, akik a katonaság soraiból szóba kerülhetnek etéren, vannak olyanok, akiknek van pedagógus végzettség? Feltételezem, akadhat ilyen, és aki aktiválható ezen az új területen. Valószínűleg akadhat, viszont amit eddig kis információt látunk, ott nem feltétel a pedagógiai képesítés, viszont a pedagógus hiánynak eddig is a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása egy markáns megoldása volt. Most ezek szerint tehát olyan szereplőknek a bevonása, akik szabadok, úgymond, tehát ővelük is próbálkozunk, és pótolni próbáljuk ezeket a pedagógusokat. Milyen programokon keresztül lehet a teljesen más szakterületről érkező embereket beilleszteni a pedagógiai intézményeknek az életében, még hogyha nem is kell, hogy neki pedagógus diplomája legyen? Hát amit láttunk eddig, népszerű volt, hogy mérnökök például elkezdtek tanítani pont természettudományos szakokat, vagy olyan szakmáknak a képviselőt sikerült helyi szinten meggyőznie például a tankerületi központoknak, akinek van kapcsolata ahhoz a szakmához, tehát főként szakma oldalról lehetett közelíteni. Az, hogy pedagógiai minimumjuk legyen, tehát ami azt jelenti, hogy egy gyermekközpontú pedagógiának, pedagógiai módszert, annak az eszközeit megtanulják. Én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen szükséges lenne. Akár katonákról, akár más szakma képviselőiről beszélünk. Tehát ez egy szakma, tehát ez egy pedagógus mesterség, amit éveken keresztül, tehát itt az osztatlan képzés az azt jelenti, hogy 5-szer 2,5 évben próbálja meg felkészíteni az egyetem a hallgatókat. Ezt nem lehet kiváltani nagyon egyszerűen. Nyilván lehet gyors eszközökkel segíteni, de semmiképp sem lesz egy jó megoldás. Németh Szilvia oktatáskutónak köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.